kreatív kikapcsolódás, ez lehet egyedüli, miként közös művészi élmény is. Az élményfestés örömet okoz, mondja Bárdos Gutpintér Edit, akinek több szakmája közül az egyik a festészet. A Tolnai Magházban tartott foglalkozásán pozitív hangulat uralkodott. Azok, akik úgy döntöttek, belekóstolnak az élményfestésbe, örömmel vették kezükbe a papírt, ragasztócsíkot, ecsetet, és kapcsolódtak ki festés közben. Vidáman alkotott a kis művészi csapat, ehhez minden szükséges eszközt és információt megkaptak. A figyelmes oktató nyugodt légkört teremtve, lépésről lépésre vezette a növendékeket, mutatta meg a festés titkait. Segített színt keverni, formákat rajzolni. Igazából az ötlet már nagyon régóta megvan, csak nem volt bátorságom. És nagyon sokan mondták, hogy azért próbáljam meg, kezdjem el, és akkor így nekilendültem ezen a nyáron, hogy próbáljuk ki, hogy hogyan működik ez. Akvarelfestés lesz, 4 akvarelképet fogunk megfesteni. Megmutatom a technikát, hogyan kell ezzel az anyaggal bánni, és akkor belecsapunk a közepébe. Van egy alap, ugye ez egy vizes bázisú festék, akvarel, papírlapra fogunk festeni, és megfessük az alapot, megvárjuk, hogy megszárad, ugye nagyon gyorsan szárad ez az anyag, és utána rá lehet rajzolni, vagy akár festeni még. Én szerintem a rajzolást is, ezeket a dolgokat el lehet sajátítani, persze a tehetséget azt nem lehet megtanulni, de a technikát azt mindenképpen meg lehet tanulni, és remélem, hogy egy élményt tudok adni neki. Miközben a résztvevők az akvarelfestés fortéjait sajátították el, inspirációt is kaptak. Egyszer csak arra lettek figyelmesek, hallják a tenger zungását, nyaldossa a lábukat a sós víz, a nap épp bukik le a horizonton, vörösbe borítva az ég alját, a pálmafák lengedeznek. Ez maga az élményfestés. Azért, mert én is nagyon szeretem, és tudom azt, hogy örömet ad és kikapcsolódást, akár a gyerekeimen keresztül is látom, hogy nagyon szeretnek festeni, és szeretném, hogyha nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is kipróbálnak, és mernének hozzányúlni az anyaghoz. Attól, hogy új élményeket ad, és rájönnek arra, hogy ez tényleg működik, és tudnak vele bánni. Bárdos Gutpintér Edit azt mondja, 10 éves kortól már lehet jelentkezni a programba. Szeretnék egy sorozatot, mint akril, olaj, festés, pasztel, hogy belenyúljunk több anyagba is, hogy megérzékeljük, hogy mi megtapasztalják, ugye, hogy milyen ez, mert ugye nem mindenki fog neki vásárolni, hogy megvegyen mindent, hanem akkor én adom az anyagot, és akkor ki lehet próbálni, hogy milyen ez a festészet. A sokoldalú, változatosságot kedvelő több gyermekes édesanyja azt mondja, ősztől ismét működtetni fogja galériáját. Az is a tervei között szerepel, hogy egy újabb szakmát tanul ki. Imád bútorokat tervezni, ezért asztalos képzésen vesz majd részt. Edit eddig sem tétlenkedett. Van kereskedelmi végzettsége, de műköröm építőként, bármixerként, labdarúgó játékvezetőként is dolgozott. Nem kis sikerrel. 2012-ben például egy második és ötödik helyet szerzett a londoni műkörmös olimpián, de játékvezetőként is elismerik tudását.